A Bonyhádi Naplót látják, köszöntöm Önöket! Megemlékezett Bonyhád városa, a trianoni békeszerződés okozta veszteségekről. A Nemzeti Összetartozás napján tartott beszédében a település polgármestere Filóné Ferenc Ibolya kiemelte, bár a múlttal is foglalkozni kell, gondolni kell a jövőre, és a Magyarországon kívüli magyarokkal is törekedni kell a jó kapcsolatok építésére. A trianoni békediktátumot 99 éve 1920. június 4-én írták alá. Ez a békeszerződés megfosztotta a történelmi Magyarországot területének kétharmadától. Elvette az ország legmagasabb hegyeit, a mezőgazdasági területek jelentős hányadát. A legnagyobb csapás viszont az volt, hogy Trianon következtében olyan területeket csatoltak el a szomszédos országokhoz, ahol rengeteg magyar lakott. A Nemzeti Összetartozás napját 2010 óta ünneplik Magyarországon. Ennek alkalmából emlékeztek meg Bonyhádon is a trianoni békeszerződés okozta veszteségekről. A település polgármestere Filóné Ferenc Ibolya beszédében kiemelte, fontos, hogy ne csak vissza, hanem előre is tekintsenek az emberek Trianon kapcsán. Mi magyarok, éljünk bárhol a világban, azon legyünk, hogy a múltból okulva, a jelenből erőt merítve, közösen építsük nemzetünk jövőjét. Minden alkalommal, amikor a magyar történelem valamely sorsfordító eseményére emlékezünk, nagy történelmi tettet ünneplünk, vagy egy nemzeti tragédia emlékéből próbálunk közösen erőt meríteni. Június 4-e, mely 2010 óta a Nemzeti Összetartozás napja is, ilyen mérföldkő számunkra. Ettől kezdve másképp mérjük az időt a Kárpát-medencében. A nemzet határok feletti egyesítésével az emlékezés és a gyász mellett megfér, sőt nem csak megfér, hanem ma már elengedhetetlen része is a napnak, hogy a jövőbe is tekintsünk. Ma már a hangsúly azon van, miként tudunk kiutat találni a gyászos történelmi múltból, hogy valamennyi honfitársunkkal együtt építsük nemzetünk jövőjét. Ez a magyar szellem, ami megtartott minket, országhatárokon átívelő összefogó erő, és erősebb, mint valaha, bármikor. Tisztelt jelenlévők! Ennek a sokat próbált, meggyötört, de mindig talpra állni képes szellemnek a megőrzéséért valamennyiünknek tenni kell. Nemes és szép feladat nemzeti függetlenségünk, hagyományaink, kultúránk, hitünk, a magyar nyelv és ezer éves történelmünk megőrzése, amely 1920. júniusában is próbatétel elé lett állítva. Bonyhád polgármestere azt mondta, a városnak is csapás volt a békeszerződés, ugyanis annak következtében elszakadtak testvértelepüléseiktől, azonban ma már szorosabb velük az együttműködés, mint valaha. Számunkra, bonyhádiak számára azért fontos ez a mai nap. Egyrészt a megemlékezés, ugye 99 éve történtek 1924-én a sajnálatos és tragikus események, másrészt 2010 óta a Nemzeti Összetartozás napját is tartjuk, amely napnak a kezdeményezője, egyik kezdeményezője az a Potápi Árpád János volt, aki akkor még a Nemzeti Összetartozás Bizottságának az elnökeként vesz részt a törvényjavaslatra. Javaslatban mi bonyhádiak erre nagyon büszkék vagyunk, és fontos számunkra, mindannyiunk számára, hiszen nem csak a múlton kell merengeni közel 100 év távlatából, ami egyébként nagyon fontos, hogy ne felejtsük, de hogy ebből kell erőt merítenünk, és hogy a tovább lépés a jövő miatt fontos ez számunkra, én úgy gondolom, és a beszédemben is ezt hangsúlyoztam, hogy az a fajta nemzetpolitika, amit a mai magyar kormány folytat, avval mi maximálisan tudunk azonosulni, és segítjük is ezt a munkát. Részesei is vagyunk, hiszen testvértelepüléseink kapcsolataiba is ezeket erősítjük, a felvidéki Tardoskeddel, az aldonai Hertelendi falvával, ami Pancsova része, vagy akár az erdélyi Borszékkel és Madéfalva községekkel. Rendszeresek a kapcsolatok, őrizzük a kultúrát, a hitet, a hagyományokat, az ezer éves történelmünket, és szerintem ez a legfontosabb ma. Ünnepség végeztével a város vezetősége és a helyi hagyományőrző csoportok képviselői megkoszorúzták a Trianon emlékművet. Tiszteletüket fejezve ki ezzel az anyaországon kívül rekedt és az országtól elcsatolt területek lakói felé. Megdőlt a leghosszabb palacsintakígyó rekordja Bonyhádon. A Bonyhád Majosi Gyereknap keretében szerezték meg újra a rekordot a bonyhádiak. A település polgármestere Filóné Ferenc Ibolya azt mondta, évtizedek óta a Majosi sportpályán ünneplik a gyereknapot, és büszke erre a hagyományra.
Május végével és június beköszöntével egyetemben a nyár is már a küszöbön áll. A városok, községek és falvak lakói ilyenkor a szabadban töltenek el minél több időt. Ilyenkor tartják a gyermeknapokat is, valamint néhány falunapot is. Bonyhád Majoson sem volt ez másképp, ahol a családi és gyermeknapot rendezték. A gyerekek és szüleik a majosi sporttelepen gyűltek össze, hogy együtt legyenek és szórakozzanak. A rendezvényen részt vett Bonyhád polgármestere Filóné Ferenc Ibolya, aki kiemelte, büszke arra, hogy évtizedek óta a majosiak tartják ezt a rendezvényt. Nagyon sok éve már, talán 25 is, hogy egy nagyon szép hagyomány elkezdődött. Akkor itt a majosiak, családok, barátok fogtak össze, hogy legyen egy gyermeknap itt Majoson a sporttelepen. Az akkori önkormányzati képviselő ezt összefogta, és azóta is ez a szép hagyomány megmaradt. A mostani képviselőnk, Sárkás Szabolcs, aki Majoson az önkormányzatot képviseli, gyakorlatilag ugyanazokkal a családokkal, barátokkal és nagyon sok önkéntes segítővel szervezték meg a mai napot. Talán annyival másabb ez az idei rendezvény, hiszen az önkormányzat külön még egy városi gyermeknapot nem rendez, nem is lenne értelme, hiszen jól kitalálták, jól összefogtak, egy nagyszerű kezdeményezés mögé álltunk be, mi, maga a városi önkormányzat. Anyagi támogatással idén jobb helyzetben voltunk, mert pályázatok útján is tudtuk segíteni a rendezvényt. A családi és gyermeknapon részt vett a majosiak önkormányzati képviselője Sárkány Szabolcs is. A képviselő megerősítette a polgármester szavait, és hozzátette, azért fontos a majosiaknak ez a nap, mert még azok a családok is visszatérnek ünnepelni régi barátaikkal, akik már korábban elköltöztek a településről. Nekünk azért fontos ez a rendezvény, mert ennek a hagyománya az 1993-ban volt a legelső, és jelen pillanatban 2019-et írunk. Ezt a majosi polgárok kezdték el ezt a rendezvényt, és a hosszú évek alatt kialakult egy ilyen széles rétegeket felölelő jókedvű gyereknap. Ez nekünk itt Majoson egy falunap is, félig meddig, ami összehozza a barátokat, a családokat, akik innen a faluból elszármaztak. És ez egy ilyen biztos pont, június első szombatja, a majosi gyereknap. A rendezvény fő eseménye azonban a gyerekek szórakoztatása mellett egy rekord döntés volt. Korábban Bonyhád városa tartotta a leghosszabb palacsinta kígyó rekordját. Azonban idén, februárban megfosztották őket ettől a csúcstól, így a bonyhádiak kísérletet tettek arra, hogy visszahódítsák a leghosszabb palacsinta rekordját. A sportpálya közepén felállítottak egy sátrat, ahol a palacsinta tésztákat sütötték. A másik asztalon pedig tekerték és kakaóval ízesítették a tésztákat. A rekordkísérletben részt vett Sági Szilárd szakács is, aki azt mondta, fontos számára a gyermekétkeztetés, ezért is vállalt szerepet ebben a kísérletben. Tavaly már ezt a rekordot egyébként felállítottuk, akkor azt hiszem, hogy ilyen 260 méter körüli palacsintát hoztunk össze, palacsinta kígyót, de aztán rögtön megdöntötték rá egy-két hétre, Salgó-Tarján környékén, úgyhogy nem hagytuk annyiban, ezért idén arra készülünk, hogy ilyen 300 fölé menjünk. Szigorú szabályok vannak, tehát 5-re végeznünk kell, úgyhogy egy kicsit most azért pörgök ennyire, mert fogok még visszamenni és dolgozni, csavarni, csűrni a palacsintákat, azért tudni kell, hogy közel 3000 palacsinta készült el. A palacsinta kígyó szabályosságát szinte folyamatosan ellenőrizte a magyar rekordok elnöke, Sebestyén István. A leghosszabb palacsinta kígyó birtokosa Salgó-Tarján volt korábban. A magyar rekordok elnöke ott volt a salgó-tarjáni rekordkísérleten is, és a bonyhádin is. Az elnök azt mondja, számos olyan kitétel van, aminek meg kell feleljen a rengeteg palacsinta. Pillanatilag 270 méter a leghosszabb palacsinta kígyó. Az előzetes tervek arról szólnak, hogy itt messze túlszárnyalják majd a 300 métert. Nagyon reméljük, hogy sikerül ez nekik. Ahogy hallottam, ők szeretnék 17 órára befejezni ezt a palacsinta kígyót. Az asztal, amelyen kiterítették, a terveik szerint 8 menetben, ebből itt hátunk mögött most már 7 és felett látunk is, 39,4 méter hosszú, tehát nagyjából valamivel több mint 300 méter lesz a kígyó, ha elkészül. Nyilvánvaló, hogy a hitelesítés a mérés előtt azt ellenőrizni fogjuk, hogy ennek a palacsinta kígyónak összefüggőnek, egybefüggően összetekertnek kell lenni, a töltelék nem folyhat ki. Ha netalántán mégis ilyen sérülés van ezen a kígyón, akkor természetesen még a mérés előtt van lehetőség a csapatnak javítani és befoltozni a réseket.
A leghosszabb palacsinta rekordja megdőlt a majusi gyermeknapon. A bonyhádiak 350 méterrel visszavették a salgótarjániaktól a leghosszabb palacsinta kígyó rekordját. Három mesét gondolhattak újra a bonyhádi Széchenyi István általános iskola diákjai, a Tanulók a meseláda projektnek köszönhetően modern technikai eszközökkel rögzíthették a hófehérke, a kiskakas gyémánt felkrajcárja és a nyakigláb csupaháj málészáj című meséket. A projekttel foglalkozó tanár azt mondta, büszke arra, hogy ilyen tehetséges gyerekekkel dolgozhatott. Kiszakadt a felhők Dunája, sűrűn hulltak a hópihék a világra. Azt szokták mondani a tehetségekről, hogy már nagyon fiatal korban felfedezhetők egy emberben. A bonyhádi diákokra is igaz ez. 12-en lehetőséget kaptak a meseláda pályázat keretében arra, hogy három mesét fejlett technikai eszközökkel dolgozzanak át. A pályázatra olyan diákokat választott ki a bonyhádi Széchenyi István általános iskola, akik egyaránt tehetségesek irodalomban és informatikában. A diákok által feldolgozott mesék a hófehérke, a nyakigláb csupaháj málészáj és a kiskakas gyémánt félkrajcárja voltak. A tanulók nem csak a meséket készíthették el, egy budapesti kirándulást is nyertek. Mondd meg nékem, kis tükröm, ki a legszebb a földön? Szép vagy, úrnőm, de tudd meg, hófehérke százszor szebb. Vidd ki azt a gyereket az erdőbe, látni sem akarom többé. Öld meg, és bizonyságul hozd el nekem a szívét. Kedves vadász, kérlek, hadd meg az én életemet. Én ebben a rengetegben úgy eltűnök, hogy még híremet sem hallják többet. Menj csak, szegény kislány, hamarosan úgyis fölfalnak a vadállatok. A hófehérke mesét adtuk elő, és nekem nagyon tetszett, mert be kellett öltözni, és kaptunk szöveget, és mint egy film forgatáson felvették kamerákkal, és nagyon tetszett. Meg kellett tanulni a szöveget kívülről. Voltunk Budapesten is kirándulni, 2 napot voltunk ott, voltunk több helyen is, például Avatar kiállításon voltunk Cyberjam-ban, de visszatérve ide a hófehérkésre, felvették nekünk, meg is csinálták a háttért, de nagyon-nagyon sokat röhögtünk, meg nagyon tetszett nekünk is az egész. Én nagyon élvezem, és azért választottam a királyfi szerepet a hófehérkében, mert úgy gondoltuk, hogy viccesre veszik ezt az egészet, és akkor az egyik fiú lett a hófehérke, és én meg a királyfi, és nekem nagyon-nagyon tetszett, és ha jövőre is lesz lehetőség, akkor én biztos, hogy megint részt szeretnék venni rajta. A diákok fejlett technikai körülmények között készíthették el a meséket, zöld háttér előtt vették fel a szöveget, valamint diavetítéses technikával is dolgozhattak. Azt mondják, élvezték az újszerű munkát. Olyan technikákkal készítettük, hogy volt egyszer egy olyan technikánk, amikor képeket az internetről leszettünk, és onnan azokat összeválogattuk, szöveget írtunk hozzá. Ez volt a kiskakas gyémánt félkrajcárja, amiben összeraktuk, az a Slideshow Creator. A második filmünk az a nyakigláb csupaháj málészáj volt, amit PowerPoint-ba raktuk össze. Bejöttünk ide az iskolába egy szombaton, és zöld háttér előtt lefotóztak minket, és kivágtuk utólag a zöld hátteret, és utána beraktuk PowerPoint-ba a diákat, és ahhoz külön még hozzáraktuk a hangot is. A harmadik filmünket fölvettük videóra, ugyanúgy zöld háttér előtt, ez a hófehérke volt, ennek meg a technikája ilyen videózás volt, hogy fölvettük azt, hogy ahogy mi szereplünk, megtanultuk a szöveget, és úgy adtuk elő. Édes almát vegyenek, szép almát vegyenek! Venni mennék! De nem szóval senki sem beengednem. A héttörpe megtiltotta. Ha nem veszel, nem veszel. Kapok én elég bevőt az almámra. De hogy te se búrsulj, ezt a legszebbiket neked adom. Kóstold meg! Nem! Semmi sem szabad elfogadnom. Ejha! De kurta pórázon tartanak téged a gazdáid. Talán csak nem attól féltenek, hogy valaki megmérgez. No, hogy megnyugtassalak, ezt a fakó felét majd megeszem én, és a piros meg legyen a tiéd.
Fehér voltál, mint a hó, piros voltál, mint a hér, fekete voltál, mint az ében, de most már a törpék sem tudnak lelket venni beléd. A pályázaton a harmadik és negyedik osztályos diákok vehettek részt. A budapesti jutalomkiránduláson a Korda Filmparkot és az ott található filmforgatási környezetet és technikákat ismerhették meg. A projekt megvalósításában segítő pedagógus azt mondja, büszke tanítványaira. Ez a pályázat a Nemzeti Tehetségpont pályázata, és igazából 12 tehetséges gyermeket kellett kiválasztani, akik a szövegértésből, illetve az informatikából kiemelkedő tehetségek, és az ő segítségével dolgoztuk fel ezt a három mesét, amit már a gyerkőcök is elmeséltek, illetve lehetőségünk volt még egy kétnapos budapesti kirándulásra. Úgyhogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk, és nagyon-nagyon ügyes és szép kis meséket alkottak. A Meseláda projekt a Nemzeti Tehetségprogram keretében valósult meg. A program kiemelt feladatának tekinti a hazai és a határon túli magyarsággal való együttműködést, a tehetségek által pedig Magyarország nemzetközi hírnevének öregbítését. Hazai pályán ünnepelhette a bajnoki címet a Bonyhádi VLC csapata. A nagy riválisnak számító Majos ellen játszott a szezonbeli utolsó mérkőzését a Bonyhád. Míg a bajnokságot igen, a meccset nem sikerült megnyerni, így a felek döntetlennel hagyhatták el a pályát. A hazaiak csapatkapitánya kiemelte, jövőre is céljuk a bajnoki cím megvédése. Úgy tartja a mondás, hogy ha valaki megnyer egy csatát, attól még nem biztos, hogy a háborút is. Ez a bonyhádi foci csapatra pont fordítva volt most igaz. A bajnokságot már az utolsó előtti 32. fordulóban megnyerték, amikor 9-1-re verték a kölesdieket. Azonban volt hátra a csapatnak még egy feladata, az utolsó hazai meccsen megverni a nagy rivális Majos csapatát. Az első félidőben mindkét együttes gólt szerzett, előbb Udvardi Dániel talált be a bonyhádiak részéről, majd később Gere Oszkár fejelte be a labdát a hazai csapat hálójába. A második félidőre az első játékrész támadó szellemisége alább hagyott, és helyzetek ugyan voltak mindkét oldalon, mégsem született meg a mindent eldöntő találat. A csapatok így döntetlennel hagyták el a pályát. A bonyhádiak edzője Köllő Roland azt mondta, nem úgy alakult az utolsó meccs, ahogy szerették volna, de boldog a bajnoki cím megszerzését követően. Hát nem így terveztük az utolsó mérkőzést, ahogy ez alakult. Mindenképpen szerettünk volna győzelemmel búcsúzni a lelkes közösségünktől. Sajnos ma nem sikerült, nem is játszottunk jól. Igazából én azt gondolom, hogy már nagyon vártuk a végét. Ilyeténképpen szerencsénk is van, hogy a múlt héten eldőlt a bajnokság, de reménykedem abban, hogyha múlt héten nem dőlt volna le, akkor itt azért tudtunk volna nyerni. Ez már nem derül ki. A bajnokok lettünk, egy nagyon jó bajnokságot nyertünk meg olyan szempontból, hogy sok a közvetlen riválisaink nagyon jók voltak, és nagyon komoly támadójátékkal rendelkezett mind a Tolna, mind a Tamási, úgyhogy ezért nagyon örülök neki, hogy sikerült megnyerni a bajnokságot. Mindig azt hangoztattuk, hogy a védekezésünk az megfelelő, ugye mi rúgtuk a legtöbb gólt a bajnokságban, és mi kaptuk a legkevesebbet, és a pontok számában is és ugye elővégeztünk. Merem azt remélni, hogy megérdemelten nyertük meg a bajnokságot. A mai mérkőzés az nem erre utal, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ember nagyon sok mindent megtett annak érdekében, hogy ma mi legyünk a bajnokok. Egy bajnok csapatnak az alapjait mindig a motivációban kell keresni. Az edzők egyik legnagyobb feladata az, hogy ezt a játékos keret összes tagjában fent tudják tartani. A bonyhádiak edzője azt mondta, sokszor nem könnyű a motivációt megtalálni, ám most sikerült, ennek is köszönhetően lett meg az idény végén a bajnoki cím. Hát ez a legnehezebb dolog, motiválni az amatőr játékosokat, én azt gondolom, hogy elmész profi szintre, akkor ott azért motiválják mással, például pénzzel, meg elismeréssel. Próbáljuk mi is azért a srácokat motiválni, illetve ahogy mondtad, szinten tartani. Nem egyszerű, ugye mindenki munka és tanulás mellett jár edzésre, ki többet tud edzeni, ki kevesebbet. Nagyjából ebből jön ki egy egész, és ez most bajnokságot ért, hála Istennek. A hazaiak csapatkapitánya az öröm mámorában azt mondta, örül a bajnoki cím elhódításának, és a céljuk az lesz, hogy jövőre is megismételjék ezt a bravúrt. Megnyertük a bajnokságot, ennél többet nagyon nem kell mondani erről az idényről. Kicsit szomorú vagyok, hogy ezt a mai meccset nem tudtuk megnyerni, mert
ez a langadó, ez mindig olyan, hogy szomorúak vagyunk, hogyha nem nyerünk, de egyébként boldogak vagyunk, örülünk, hogy megnyertük a bajnokságot, aztán megyünk tovább. A bajnokavaton részt vett Bonyhád polgármestere Filóné Ferenc Ibolya, aki átadta az érmeket a játékosoknak, valamint a jól megérdemelt kupát. Örülök nekik, hogy megnyerték a bajnokságot, és tiszteletbe tartom a döntésüket. Bizonyára sokan hallották már, hogy 1,5 milliárd támogatást kaptunk Magyarország kormányától, hogy egy sportinfrastruktúrális beruházás valósuljon meg itt a városban, amelynek része az itteni sportpályának a teljes körű felújítása, az épületek, az edző és a centerpálya is megújul, műfüves pálya épül, rekordtán futópályát építünk, és az építkezés ideális esetben valamikor szeptember-október környékén idén ősszel megkezdődik. Úgyhogy egy év múlva már úgy állhatunk majd itt, amikor a megújult terepen és megújult pályán tudnak majd edzeni újra a fiúk. Remélem, hogy legalább ilyen jó formában lesznek akkor is. A Bonyhád VLC a bajnoki cím ellenére nem élt az NB3-ba való fellépés lehetőségével, de a jövőre megépülő új sporttelepen is az lesz a céljuk, hogy megvédjék bajnoki címet. Ennyi volt a Bonyhádi Napló, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!